Nem szólok. Ugye jobb lebenyben vagyunk. Tehát ez is egy kapilláris ráknak bizonyult eset. Ez makroszkóposan az izomzatba tört be. De gyakorlatilag ugye itt van az izomszövet, itt közvetlenül a pajzsnyelőt elvékonyodik, tehát itt elég nehéz látni. De azért bizonyos helyeken egyszer nem tud elkülöníteni, hogy ugye nem arról van szó nyilván, hogy a pajzsmi így az egész felszínén betört az izomzatba, hanem hogyha egy-egy látható ponton betört, szabad szemmel látható módon, amikor rávág a sebész műtét közben, vagy a patológus, amikor megkapja a kivett preparátumot, az már makroszkópos. Tehát ne arra számítsunk, hogy az egésznél áttörik. De itt például ezen a ponton, itt hát fogalmam nincs, hogy valószínűleg ez a göbhöz tartozik, itt ez mindenképpen egy meglehetősen gyanús dolog. Ugye ez a abutting, ez körülbelül itt van a pajzsmirigy, ez itt eddig fekszik hozzá. Itt nem tudom azt mondani, hogy ez a bulging, a kitüremkedés van, de hogyha ezt a részt megnézitek, itt mindenképpen kiemeli. Tehát normálisan ez innen lehet látni, hogy ez a bulging van. Most, hogy a kapszula megszakad, de itt hiányzik a kapszula, itt hiányzik a kapszula, mert ugye ez izomzat. Igen, ez a képesztőnkben jó, hogyha megyünk tovább, akkor lehet majd látni, hogy remélem jól mondom, hogy ez szerintem izomszöveti rész itt, ha mindjárt kiderül, hogy igazam van-e. Igen, tehát itt az izomzat fut így. Tehát ha ezt megnézitek, ez itt, de talán lehet, hogy pont ezen a részen a leggyanúsabb. Tehát ez nem a pajzsmirigynek a pseudotokjait, hanem ez már az izomszövethez tartozik. Tehát ha folyamatosan erre a részre koncentráljátok, még egyszer lejátszom ezt a részét a videónak. Itt erre. Na, hát ez volt az utolsó eset. Nem tudom, kérdés van-e? Ez biztos. Persze. 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 Hát itt mondjuk nem tett hozzá sok többet, szerintem ez, hogy előemeli a felszínből. Persze. Nem azt mondom, tehát remélem lejött, hogy ezt az exetős terjedést, ezt inkább egy potenciális életveszélynek gondolom a TNM8-as klasszifikáció miatt. Tehát itt azért gondoltam, hogy ugye itt kicsit rossz ez a kurzus olyan szempontból, hogy persze mindenki saját maga nézi az előadásokat, de mivel előadás közben az ember nem tud kérdezni, amikor megnézi az internetet, azért itt azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valahogy kicsit súlyozva legyen a dolog, tehát hogy ez a jel, ez egy potenciálisan életveszélyes jel, mert nem arra kéne használnunk, mondom még egyszer, a TNM klasszifikáció szerint, mint amire való. Tehát, hogyha van egy túlbuzgó radiológus valahol a világon, és azt mondja egy papilláris ráknak bizonyos göbben, hogy ő azt úgy látja, hogy betört a légcsőbe, akkor onnantól kezdve nem fogja tudni ezt senki felülírni. Mert lehet, hogy a sebész, amikor kivette a preparátumot, azt a részt nem látta, ha nem látta és nem vette ki, akkor a patológus se látta. Tehát az a gond, hogy kicsit egy jó Isten csináltak egy jelből, ami abszolút alkalmatlan erre a funkcióra. Tamás, azokat a granulációkat ott minek vél venni? Ezt? Ami van a gőben. Hát, ez itt... Ez jó, itt jó esetben, ez egy backwall figura, ezt másnak nem tudom tartani, itt egy cisztikus terület van előtte, meg kicsit olyan elnyúltabb is. Ebben nem gondolnám, hogy egyértelmű mikrokalcifikáció lenne, bár hát mondjuk ezek itt gyanúsak,
Itt megpróbálom is lassan lejátszani. Itt olyan, mintha lenne középen. Gondolom, sebesség. Igen, hát azért ez a középső rész az gyanús. Nem tudom. Ami tök egyértelmű, hogy lobul át a felszíne. Tehát, hogy teljesen szabálytalan széle van. Kifejezetten ahhoz szegény, ami szintén nem egy lényegtelen dolog. Tehát vannak olyan jegyek, amik alapján akármit gondolunk, ez egy tiracötös göb. Tehát, ha megnézitek, azért viszonylag nem túl gyakori a kifejezetten ahhoz szegény göb. Tehát, hogy ez az iszomzövet, szövetnek az ehogenitása, ehhez képest ez annál feketébb. Tehát itt a mikrokalcifikáció sokat nem tesz hozzá a dologhoz. Itt van ez a lobulált felszín, tehát az, hogy elmosódott, most itt nem tudok elmosódott részt mutatni, de ez a ilyen szögletes, kiemelkedő rész, itt is ilyen, meg ha videót nézzük több helyen, tehát ez mindenképpen irreguláris border.